Katona Béla, Krúdi Gyula élete, 1968 Kötetei sorra megjelennek, életműve azonban még mindig feltolgozatlan. Szerencsésebb kortársairól már monográfiák sorra látott napvilágot, Krúdiról még megbízható életrajz sincs. Igaz, a mű a fontos, és nem az élet. Az életrajz csak annyiban érdemel figyelmet, amennyiben a mű megértéséhez közelebb visz, vannak írók, akiknek a műveit maradéktalanul élvezhetjük és megérthetjük, anélkül, hogy magáról az alkotóról bármit is tudnánk. Másoknál, elsősorban a lírikusoknál viszont a művek mögött álló élet ismerete szinte nélkülözhetetlen. Krudi nem írt ugyan verseket, alapjában véve azonban ő is lírai alkotóíró volt. A próza lírikusa életének szinte minden rezdülését megírta műveiben, s fordítva, írásainak legtöbb motivuma megtalálható élettörténetében. Ezért érezzük indokoltnak életrajzának ezt a rövid, vázlatos összefoglalását. A rövidség a lehetőségekből adódik. A vázlatosságnak azonban nem csak a megszabott terjedelem az oka. Ez szükségképpen a krúdi kutatás jelenlegi szintjét is tükrözi. Okos tanulmányokban, és szép eszékben nincs hiány. De az adatfeltáró biográfiai és filológiai munkát még csak részben végeztük el. Sok mindent tudunk róla, de sok még pályaképén a homályos pont, és a hézag is. Mint alapvetően lírikus alkató író mindent megírt magáról. Helyesebben mindent beleírt a műveibe, de természetesen nem önmaga biográfusa volt, hanem író. Aki saját közvetlen élményeit is mindig erősen stilizáltan és bonyolult áttételek szövevényében örökítette meg. Így maga is jelentős mértékben hozzájárult, hogy alakja körül annyi legenda keletkezett, és ezt a legendáriumot az idők folyamán szinte átláthatatlan dzsungellé dagasztották a kortársi és baráti emlékezések. Ma már nem könnyű lehántani róla a rárakódott, meggyökeresedett félreértéseket, ferdítéseket, hamis általánosításokat, stb. De talán még egy ilyen hízagos életrajz is hozzájárulhat a legendák rombolásához. Család és gyermekkor 1878-1887 Grudi Gyula 1878-ban Nyíregyházán született. Kevés írónk van, akinek az életében és művészetében olyan meghatározó szerepe lett volna a szülőföldnek, mint nála. Pedig családja nem is nyírségi eredetű volt. A felvidékről, Nógrádból származtak Nyíregyházára. Nagyapja, aki honvéd kapitányként küzdötte végig a szabadságharcot, még a Nógrádi Szécheny-Kovácsiban született. Ez a nagyapja, legidősebb Krúdi Gyula, költözött a szabadságharc bukása után előbb Debrecenbe, majd a kiegyezés után Nagykállóba, Szabolcs akkori székhelyére. Egy ideig vármegyei főügyész volt, majd ügyvédi irodát nyitott Nyíregyházán. Évtizedeken át elnöke volt a 48-as honvédek egyletének, sőt élete vége felé egy ideig a honvéd menház parancsnoka is volt Pesten. Zárkózott, gőgös embernek ismerték, unokáinak azonban szívesen mesélgetett a szabadságharcról és más kedvelt témáiról. Íróasztalának fiókjában rendkívüli becsben tartott egy kis fekete dobozt, amelyben egy kis darab állítólag Garibaldi vérében áztatott, foszladozó gyolcsot rejtegetett, amelyet ritka ünnepi alkalmakkor szertartásosan megmutatott a kíváncsi és ámuló unokáknak is. Különösen szívesen mesélgetett a nagyapa öccséről, Krudi Kálmánról, aki szintén részt vett a szabadságharcban, sőt a bukás után sem tette le a fegyvert, hanem gerilla háborút kezdett az osztrák hatóságok és az áruló nemesek, az úgynevezett pecsovicsok ellen. A féle úri Rózsa Sándor volt, az elnyomott nép igazságtevő hőse, aki hosszú ideig rettegésben tartotta csapatával az ipojság urait. Végül törbecsalták, s egy pecsovicsá lett unokatestvére lőtte agyon a erdőben. Alakját már Mixát is megörökítette Krúdi Kálmán csíntevései című kisregényében. Egy ilyen nagyapa és egy ilyen nagybácsi bűvkörében nevelkedett ifjú korában Krúdi Gyula. Csodálható-e, hogy olyan mélyen lelkébe vésődött 48 emléke? hogy a krúdiakban általában milyen erős volt ez a 48-hoz való tapadás, annak különös, de szintén jelképes erejű példája az író apjának a nyíregyházi temetőben ma is látható síremléke. Amikor 1900-ban, 50 éves korában meghalt az apa, neve alá ezt a szöveget vésték sírkövére. Krúdi Gyula, 1848-49. honvéd kapitány fia akár ő kívánta ezt a szöveget, akár maguktól vésették rá a hozzátartozói, mindenképpen rendkívül jellemző a család felfogására. Ifjabb Krudi Gyula jó hírű ügyvéd volt. Tekintélyes polgára városának, maga is elért egyet s mást életében. Az igazi rangot, a legfőbb tekintét azonban mégis a 48-as honvédkapitányhoz való tartozás jelentette számokra. Az író sok mindennel fordult, sok mindent el is tékozolt később a családi örökségből, ezt a 48-hoz való kötődését azonban ő is magával vitte egész életére, a szülői, nagyszülői házból. Ha ő már nem is írta oda neve alá könyveinek címlapjára, hogy a 48-as honvédkapitány unokája, írásaiból szinte kivétel nélkül kiderült ez. Talán csak Gárdonyiban éltek ennyire Elevenen családjának szabadságharcos hagyományai. A nagymama Radics Mária polgárlány volt. Ősei kereskedők, kiparosok voltak. Apja, Radics József, fuvaros vállalkozóként tevékenykedett, bár palotán. Magasabb iskolát nem végzett ugyan, de olvasott, felvilágosult nő volt és ő volt az egyetlen a családban, aki unokáját nem lebeszélni akarta az írói pályáról, hanem még bíztatta is. Ifjabb rudi Gyula, az író édesapja, a családi hagyományokat követte. A pesti jurátusi évek után ügyvédi oklevelet szerzett. Hazatérve Nyíregyházára egy ideig apja ügyvédi irodájában tevékenykedett, majd teljesen átvette apjától az irodát. Ő is tisztelte ugyan a családi hagyományokat, büszke volt származására, apja szabadságharcos múltjára, de jobban beilleszkedett korába, nem az ábrándok világában élt. Józan, kiegyensúlyozott, polgárisult, gondolkodású ember volt, a legkevésbé pohém akrúdiak között. A politikában is mérsékelt elveket vallott, írtozott a szélsőségektől zárkózottan, hivatásának és családjának élt. Sokat áldozott gyermekei neveltetésére. Élete utolsó éveiben súlyos szívbaj gyötörte, de a betegségnél is jobban megkeserítette fiának pályaválasztása. Soha sem tudott belenyugodni, hogy fia nem végezte el a jogot, és nem az ő általa kijelölt úton haladt. Még halála előtt sem enyhült meg iránta végrendeletében sem többi gyermekével egyenlő arányban részesítette örökségéből, hanem 6000 korona végkielégítést rendelt számára. Az író anyja Csákányi Juliska szolgáló lányként került a Krúdi házba. Apja kisiparos volt, de korán meghalt. A legidősebb lánynak munkát kellett vállalnia, így állt be szobalánynak Krúdiékhoz mikor a krúdi szülők megtudták, hogy a 17 éves csákányi Juliska gyermeket vár fiúktól, elkergették a kis cselédet, a fiatal ügyvéd azonban nem hagyta cserben, szobát bérelt számára nem messze a saját házuktól, a Kálói utca 1009-es számú házban. Később Vörös Hadsereg utca 8. Itt született Krúdi Gyula 1878. október 21-én a születési anyakönyvbe a gyermek törvénytelenként van bejegyezve, az apja neve a kereszt szülők rovatában, mint keresztapa szerepel. A krúdi szülők csak hamar megenyhültek, és a fiatal anyát visszafogadták házukba. Az első szülött fiút később még kilenc testvér követte, közülük három csecsemőkorban meghalt, hivatalosan azonban a szülők csak sokkal később 1895-ben kötöttek házasságot. A gyermekek azonban kezdettől fogva valamennyien a Krúdi nevet viselték. A Krúdi család jó módban élt ugyan, mégis meglehetősen visszavonultan, társadalmilag elszigetelten álltak a kisvárosban. Az urizáló, előkelősködő polgári családok sohasem fogadták be Csákányi Juliskát társaságukba. De ha a társadalmi élettől visszavonultan élt is, Csákányi Juliska, otthon mindig vidám, jókedvű volt. Minden idejét családjának, gyermekeinek szentelte, sohasem betegeskedett, nem csak férjét élte túl, hanem több gyermekét is. 1945 őszén 86 éves korában halt meg. Krúdi gyermekkorának első 8-10 évéről alig van megbízható adatunk testileg, szellemileg gyorsan fejlődött, korai érett gyermek volt. Szerette hallgatni anyja vagy a szolgálók meséit, de ha tehette, mégis inkább kiszökött a nagykertbe, ahol a szomszéd gyerekekkel bújócskáztak, papír sárkányt eregettek. Néha azonban messzebbre is elmerészkedett. A város szélén elterülő bújtos nevű ligetben a legmagasabb fákat is megmászta egy-egy szarkafészekért. Máskor a közeli sas kocsma előtt ácsorgott órák hosszat, ahol a taigások hangos jókedvét vagy verekedését szemlélte. Télen a hetedik szomszédba is elszökött, ha a disznó visítást hallott, és amikor már nagyobb volt, szívesen hallgatta vasárnap délutánonként a kuglizóban a bábok csattogását. Valószínűleg korai érettségével magyarázható az is, hogy már öt éves korában iskolába adták szülei. Az elemi iskola négy osztályát szülővárosában végezte, 1887 őszén azonban apja a Szatmári gimnáziumba iratta be. Még nem volt egészen kilenc éves, s nem is véglegesen, de már kirepült a családi fészekből. A gyermek életében ezzel új korszak kezdődött. Szatmár és Podolin 1887-1891. Hogy Krúdi Szatmáron is járt gimnáziumba, azt inkább csak az iskolai anyakönyvekből tudjuk. Ő maga sohasem emlegette ezt az egy évet. Úgy látszik, ottani tartózkodása nem hagyott mélyebb nyomokat a gyermek lelkében. Nem csak iskolai élményeiről hallgatott, Szatmár, mint város sem szerepel műveiben. Öccse később úgy emlékezett, hogy Krúdi a jezsuiták konviktusában lakott, más forrásokból viszont úgy látszik, hogy a Varga utcában egy bőrcserző mesterházában volt kosztos diák. Az ott töltött évről jóformán csak annyit tudunk, amennyit az iskolai évkönyvek elárulnak. A tanulmányi eredmény nem mutatott különösebben biztató kezdetet a szülők számára, fél évkor négy tárgyból is elégtelent kapott, magyar, latin, szép szépírás. És ha év végén minden tárgyból elégséges lett is a bizonyítvány, nyilván ezzel a gyenge eredménnyel függött össze, hogy a következő évre már nem tért vissza Szatmárba. A második, harmadik és negyedik osztályt egy szepességi kisvárosban, Podolimban végezte. Abban az időben eléggé elterjedt szokás volt, hogy az alföldi ifjakat a felvidéki városokba küldték tanulni. Különösen a szepességbe mentek nagy számmal a magyar diákok, ahol nem csak az iskolai tananyagot sajátíthatták el, hanem közben szinte észrevétlenül, németül is megtanulhattak a Cipszer Kosztadók házában. Így fejlődött híres iskola Lőcse, Késmárk és ígló. Podolin nem volt ennyire közkedvelt hely, de azért ott is sokan megfordultak távoli vidékek diákjai közül is. Így került 1888 őszén a tíz éves Krúdi Podolinba. Cseregyerekként lakott Klebák főjegyzőjéknél, akik Antónia nevű lányukat küldték helyette Nyíregyházára Krúdiékhoz. Míg a szatmári év csak nem gyomtalanul eltűnt a gyermek fejlődésében, Podolin egész életre szóló élményt jelentett Krúdi számára. A szülőföld mellett, mint író is, ennek a városnak köszönhette a legtöbbet. A poprát partján épült kisváros sajátos történelmi múltra tekinthetett vissza. Egyike volt annak a 13 szepesi városnak, amelyeket Zsigmond király Lengyelországnak elzállogosított. A hosszú lengyel uralom megállította a fejlődését, élete megmerevedett, és évszázadok múlva is szinte középkori város volt ódon, középkorigas jellegét még Krúdi korában is őrizte, legalábbis ilyennek látta a nyírségi diák, s ilyennek ábrázolta majd a gyermekkori emlékek szinterére oly gyakran és szívesen vissza-vissza kalandozó író. Nem csak a város régi volt Podolin gimnáziuma is. 1643-ban alapították. Ez volt a kegyes tanítórendi szerzetesek első magyarországi intézete évszázadokon át működött megszakítás nélkül, és egyházi jellege ellenére is erős kuruc hagyományai voltak. Különösen Rákóczi kultuszát ápolták igen Buzgón, aki 1701-ben, amikor a Bécsúj helyi börtönből menekült, egy ideig a Podolini kolostorban is rejtőzködött. Ebből a kuruckodó ellenszékiségből valami még krúti diákoskodásának idejére is kisugárszott így nem gyengítette, hanem inkább még erősítette azt a kurucos 48-as szemléletet, amelyet a tíz éves gyermek a szülői házból már minden valószínűség szerint magával vihetett. Az évkönyvek tanúsága szerint a tanulmányi eredmény itt is elég gyenge volt. Különösen második osztályban, ahol év végén latinból meg is bukott. Harmadik, negyedik osztályban azonban lényegesen jobb eredményt ért el. Harmadikban már elégséges jegye is alig akadt, még latinból is jót kapott. Iskolán kívüli életéről nem maradtak dokumentumok, viszont annál többet beszélt róla maga az író. Elbeszéléseinek gyakran visszatérő motívuma az északi kisvárosban borongó, kosztos és a házigazda leányainak titkos szerelme. A valóságos élmények természetesen erősen stilizálta jelentek meg ezekben a novellákban, az alaphelyzet azonban mindig azonos. Az ábrándos diák beleszeret a házigazda legfiatalabb leányába. A leány is viszonozza a szerelmet, de aztán a diáknak el kell utaznia, és mikor húsz évvel később ismét arra jár, egykori szerelmének már nagy lánya van, olyan, mint valamikor ő maga volt klebákéknak valóban volt három lányuk, akik sokat kényeztették a messziről jött diákot, az első szerelem azonban mégsem hozzájuk, hanem Vitkó Irmához, a szép takácslányhoz kapcsolta Krúdit. Együtt jártak tánciskolába, és ez a harmatosan tiszta diák szerelem mindkettőjükben feledhetetlen emlékeket hagyott. Nem csak Krúdi emlegette gyakran Vitkó Irmát műveiben, Vitko Irma néhány évvel ezelőtt, 83 éves korában is rajongással beszélt egykori tánciskolai lovagjáról. E romantikus első szerelem mellett leggyakrabban emlegetett podolini élménye Krúdinak egy kis hián végzetessé váló baleset volt. Diák gyakran járt korcsolyázni a poprát folyóra. Egyik alkalommal vigyázatlanságból beleesett egy halászlékbe. Hajtásai és egy öreg halász csak nagy ügyel bajjal tudták kimenteni egy alább másik léken alányulva a jég alatt hempergő 13 éves fiút. Az ijedelmen és egy kis náthán kívül egyéb baja nem történt, de az élmény egész életén át elkísérte. A kellemetlen emlék később inkább humoros formában, rendszerint egy kis büszkeséggel jelentkezett. Voltam én már a jég alatt is, igaztalta magát gyakran, ha bajba jutott. Műveiben is számtalan változatban bukkant fel újra meg újra a zajló jég és a légbeesés motivuma. Bármennyire szerette is azonban az északi kisvárost, a negyedik osztály elvégzése után búcsút kellett mondani a Podolinnak, a Podolini gimnázium ugyanis csak algimnázium volt, vagyis az akkori 8 osztályos gimnáziumi rendszerből csak az alsó négy osztály volt kiépítve. 1891-ben tehát visszakerült Krúdi szülővárosába, és az ötödik osztálytól kezdve négy éven át a Nyíregyházi Evangélikus Főgimnázium tanulója volt. A Nyíregyházi diák évek 1891-1895 A Nyíregyházi gimnázium nem volt olyan régi, mint a Podolini Piaristák intézete, azonban sok jel arra mutat, hogy a 90-es évek első felében kitűnő iskolának kellett lennie. Azzá tette mindenek előtt nagyszerű tanári kara. Különösen az irodalmi érdeklődésű tanulók találhattak tanáraikban kitűnő segítőkre, tanácsadókra. Főként négy ilyen tanárát emlegette később Krúdi is gyakran: Leffler Sámuelt, Groh Istvánt, Vietoris Józsefet és Porubski Pált. Leffler és Porubski nem voltak aktív szépírók, csak jó túllú literátus tanárok, szerkesztők, Groh és Vietoris azonban már akkor is komoly szépírói, illetve költői sikerekkel dicsekedhetett. Krudit különösen Porubszki pálhoz fűzték igen meleg szálak. Borubszki volt az első, aki felismerte tehetségét, és nem korholta írói terveiért, hanem inkább egyengedte az útját. Annyira bízott benne, hogy tanártársaival szemben is mindig védelmébe vette, mikor irodalmi ambíciói miatt az elhanyagolta iskolai munkáját, vagy újságtudósítás miatt távol maradt az órákról hogy író lettem, azt neki köszönhetem, írta róla később a hálás tanítvány. Csodálható-e, hogy ilyen tanárok mellett az iskolában is igen élénk volt az irodalom iránti érdeklődés? Az ifjúság ilyen irányú tevékenységére főként az önképző körben nyílt alkalom, Krúdi ambícióit az önképzőköri lehetőségek ekkor már egyre kevésbé elégítették ki, hetedik osztályos korában azonban ő is részt vett, Nyilván Poroszki bíztatására az önképzőkör pályázatán és díjat is nyert, Liza Menyasszony című elbeszélésével. Tanáraink kívül két ember volt rá döntő hatással ezekben az években, Kálnai László és Dálnoki Gálgyula. Mindketten idősebb emberek voltak már, s igazi bohémek. Az írói ábrándokat dédelgető diák teljesen a bűvkörükbe került. Kálnai ügyvéd volt, de a 90-es években sűrűn jelentek meg elbeszélései a hétben, a budapesti hírlapban és más lapokban, sőt ekkorra már két kötete is napvilágot látott. Dálnoki Gál Gyula eredetileg színész volt, később rendező és színházi ellenőr, de megpróbálkozott a színdarabírással is. Több drámáját bemutatták. Érthető tehát, hogy a fiatal Krudi valósággal félisteneket látott bennük. Bármit és bármennyit tanult azonban literátor tanáraitól és öreg író barátaitól, igazi példaképeit szerencsére mégsem közülük választotta. Ők adták a közvetlen ösztönzéseket, de mestereit olvasmányaiban találta meg. Az ifjúkor legmélyebb szenvedélyét ugyanis az olvasás jelentette Rudi számára, szinte minden idejét olvasással töltötte. Nyugodtan mondhatjuk, hogy irodalmi műveltségét, olvasottságát jó részt diákkorában korában szerezte. A legmélyebb hatást emberi fejlődésére és talán írásművészetének kialakulására is az ezer egy éjszaka tette. A keleti mesevilág annyira megragadta annyira beleélte magát a csodálatos kalandok hőseinek helyzetébe, hogy ettől fogva Szimbádnak kezdte nevezni magát. A külföldi írók közül különösen Mark Twain, Walter Scott, Jack London, Jerome K. No. Jerome, Dickens, Byron, Victor Hugo, Maupassant, Pushkin és Turgenev voltak a kedvencei. A magyarok közül különösen jókait és mixát műveit olvasta, de kedvelte a század végi városi polgári irodalom képviselőit is. Petelei István, Gosdu Elek, Turi Zoltán, Just Sigmund, stb. A személyes ösztönzések mellett minden bizonyal főként olvasmányai fordították figyelmét az írói pálya felé. Korábbi irodalmi kísérleteiről nincs tudomásunk, a nyiregyházi diák éveket azonban már szinte kezdettől végig kísérték az írói szánypróbálgatások. Előbb csak az iskolán belül, szűkebb körben kereste a nyilvánosságot, diáklapok szerkesztésével hívta fel magára a figyelmet. Két próbálkozásáról is tudunk, előbb Nagy Dob címmel adott ki egy kézzel írt lapocskát, majd gimnáziumi híradó néven szerkesztett hamarosan új lapot, amely már nyomtatásban jelent meg. Erre az időre, 1892-93, esik a Nyíregyházi sajtóiroda alapítása is, amelyet néhány diáktársával azzal a céllal hívott életre, hogy híreket küldjenek a fővárosi lapoknak Nyíregyházáról és Szabolcsból. Hosszú ideig ők látták el Nyiregyházi és Szabolcsi újdonságokkal a Pesti hírlapot, a Pesti naplót, az Egyetértést, stb. Az eseménytelen kisváros persze nem nyújtott mindig elegendő valóságos híranyagot, ilyenkor aztán megtörténik, hogy makuk költötte szenzációkat találtak fel a pesti lapokban. A híregyháziak nem kis csodálkozással olvashatták nap, -nap után, mi minden történt városukban. A sajtóiroda működésével függ össze Krúdi első komolyabb újságírói szereplése és sikere is, a híres Tuzséri hipnózis tragédiáról írt riportsorozata. Kródi írói ambícióit azonban nem elégítette ki sem az iskolai lapocskák szerkesztése, sem a többnyire névtelenül megjelenő tudósítások küldözgetése. Igazi író akart lenni. S meglepően korán teljesedett is. Első novellája 1892. október 30-án jelent meg. Miért ölte meg Káin Ábelt címmel a Szabolcsi szabad sajtóban? Éppen 14 éves volt akkor Krúdi Gyula, és ettől kezdve gyakrabban találkozunk nevével a lapokban. Nem csak a Szabolcsi Szabadsajtóban, hanem a nyiregyházi hírlapban is, amelyet tanára Porubszki Pál szerkesztett. De nem elégedett meg a helyi lapok által nyújtott lehetőségekkel sem, bámulatos leleménnyel tudta elhelyezni írásait, figyelmét még a legtávolabbi városok lapocskái sem kerülték el. A fővárosban megjelenő képes családi lapoktól a nagyszülősi ugocsáig alig van olyan újság, amelyben nem találkoznánk a nevével. Különösen jelentős az Orsova és a Debreceni ellenőr című lapokkal való kapcsolata. Az Orsovában 1893 végén jelent meg első novellája, és ettől kezdve hosszú ideig ez a távoli kis lapocska lett írásainak legfontosabb megjelenési helye. Nem csak szép irodalmi anyaggal látta el az Orsovát, hanem írt könyvismertetéseket, folyóirat, szemléket, külön rovatot indított heti krónika címen, írt vezércikket és riportot, sőt még szerkesztői üzenetet is közel egy éven átszinte csak az ő nevét olvashatjuk a heti lap minden rovatában. Több száz kilométerről valósággal ő szerkesztette az újságot. További fejlődése szempontjából azonban talán még fontosabb szerepet játszott életében a debreceni ellenőr, amelyel 1894 őszén került kapcsolatba. Ennek a lapnak Gáspár Imre volt a szerkesztője, aki maga is jelentős egyénisége volt, a század vég szocialisztikus lírájának, valamikor irodalmi vezéri szerepre vágyott, s még öreg korában is szívesen vette pártfogásába a fiatal tehetségeket. Krúdit is azonnal felkarolta, buzdította és irányította, sőt 1894. október 10-én kelt levelében riporteri állást kínált fel neki, maga mellett az ellenőr szerkesztőségében. Csoda-e, ha a csábító ajánlat után a fiatal író az érettségét sem győzte kivárni, hanem rohant azonnal Debrecenbe. Elhatározásához szülői hozzájárulást alig ha remélhetett, ezért titokban szökött meg hazúról. Apja természetesen nem nyugodott bele a szökésbe. Kinyomoztatta a tartózkodási helyét, és egyik tanárával, Porubszki Pállal utazott érte sikerült is haza csalogatniuk, hogy legalább az érettségit tegye le. Engedett apja akaratának, tanára rábeszélésének, de hiába fogadták otthon is, az iskolában is megbocsátással és szeretettel, ő már nem találta helyét sem a családban, sem az iskolapadban. Instruktort is fogadtak mellé, ő azonban nem mondott le írói munkájáról. Sőt, életének egyik legtermékenyebb korszaka volt ez. Az érettségi előtti kilenc hónap alatt kereken 90 novellája jelent meg, ami azt jelenti, hogy éppen minden három napra esett egy-egy megjelent elbeszélés. Főként a Debreceni ellenőrbe, majd Gáspár Imre újonnan indított lapjába a Debreceni reggeli újságba dolgozott, de szorványosan másút is jelentek meg írásai. És a kis terjedelmű tárca novellák mellett ekkor született első nagyobb lélegzetű műve is – 1895, április 21-én kezdte folytatásokban közölni az országvilág hat napig kerékpáron című humoros regényét. Végül 1895 júniusában sikeresen túljutott az érettségin. Minden tárgyból elégséges osztályzatot kapott, csak magyarból jót. Debrecen és Nagy Várod. 1895-96 Az érettségi utáni nyárról alig vannak megbízható adataink. A családi hagyomány szerint Olaszországban járt édesapjával, Huga, özvegy Votiski Gézáné még most is őriz egy hatalmas tengeri kagylót, amelyet állítása szerint bátyja hozott az Adriai tengerpartról. Ugyancsak testvéri és baráti visszaemlékezések szerint erre a nyárra esett Krúdi első párbaja is. Előzményeiről és lefolyásáról rendkívül hézagosak, és nem egyszer ellentmondásosak is a rendelkezésünkre álló adatok, de az író maga is gyakran emlegette később ezt az ifjúkori párbaját, így megtörténtét mégsem vonhatjuk kétségbe. Az ellenfél egy Simák nevű szolgabíró volt, s a még akkor vívni sem tudó, de rendkívül vakmerően támadott 17 éves ifjú megsebesítette a felnőtt igazi párbajképes gavallért. Az eset egész életre szóló hatással volt Krúdira, nem csak úgy, hogy élete végéig emlegette, hanem valahogy olyan formában, mint Potolini légbe esésének élménye. Megerősítette benne az akkor kapott benyomást, meggyőződésévé tette, hogy különleges burogban született, aki nyugodtan nézhet szembe az életben minden veszedelemmel. Úgy sem történhet semmi baja. Lehet akármilyen vakmerő, a hajszála sem fog megkörbülni. Közben természetesen tovább folytatta írói munkásságát. Sőt, ekkor próbálkozott először komolyan önálló kötet kiadásával is – Azokban a lapokban, amelyek rendszeresen közölték írásait, előfizetési felhívást tett közzé ifjúkori tévedések című novellás kötetére. Ez a műve azonban sem akkor, sem később sohasem jelent meg. Szülei nem szívesen látták terveit, és nyilván igyekeztek lebeszélni, visszatartani az írói pályától. Apja jogásznak akarta tudni. Azt szerette volna, ha ő is ügyvéd lesz, aki egykor majd továbbviszi a családi irodát. A fiatal Krúdinak azonban sem az ígérgetés, sem a fenyegetés nem használt. Az egyetem padjainál sokkal erősebben vonzotta a bűvös redakció. Journalista akart lenni, a betűszerelmese volt, és az is maradt visszavonhatatlanul. 1895 őszén aztán meg is valósult dédelgetett álma, szeptember 9-én foglalta el helyét a debreceni ellenőr szerkesztőségi asztalánál. Időközben Gáspár Imre már elkerült, nem csak az ellenőrtől, hanem Debrecenből is. A lapot akkor Konc Ákos szerkesztette, aki néhány évvel korábban a Nyíregyházi gimnáziumban éppen Krúdi iskolájában is tanított egy ideig, így ő is atyai barátsággal fogadta az ambíciózus fiatal írót. Ennek ellenére nem maradt Krúdi sokáig Debrecenben. Mindössze három hónapig dolgozott az ellenőr szerkesztőségében. Ez a három hónap azonban mégis rendkívül jelentős fejlődése szempontjából. Itt kóstolt bele először a hivatásos újságírásba. A szerkesztőségi munkának szinte minden ágát művelte. Vezérciktől, szerkesztői üzenetig mindent írt. Legfőbb területe azonban mégis a színház volt. Szinte minden számban találkozunk színházi tudósításaival. Novelláinak száma viszont csökkent, többnyire régebbi elbeszéléseit jelentette meg újra egymás után. Ennek azonban nem csak a hajszás szerkesztőségi munka lehetett az oka hanem az életformájában bekövetkezett változás is. A kocsmázás, az italozás örömeit talán már nyiregyházán megizlelte öreg barátai, Kálnai és dálnoki Gál asztalánál, azonban igazán csak Debrecenben merítette meg magát először az éjszakai élet hullámaiban. Igazi rabjává csak később Nagyváradon és a pesti években válik majd az alkoholnak, és az éjszakai lumpolásoknak, de biztos, hogy már Debrecenben megtette az első lépéseket e sajátos életforma irányába. Minden jel arra mutat, hogy jól érezte magát Debrecenben, mégsem maradtott sokáig. Három hónappal belépése után búcsút mondott az ellenőr szerkesztőségének, és a Nagyváradi Szabadság című laphoz szerződött. Távozásának elsősorban anyagi okai voltak. Nagyváradon jóval magasabb fizetést ígértek neki, s miután apja akaratával, terveivel szembe helyezkedett, otthonról nemigen számíthatott támogatásra. Az anyagi szempontokat sem hagyhatta figyelmen kívül. Egyébként az ellenőrhöz hasonlóan, a szabadsággal is jóval korábban kezdődött Krúdi kapcsolata, mint ahogy a lap belső munkatársa lett. Már 1894 őszétől jelentek meg novellái a szabadságban, mégpedig ezúttal nem Krúdi volt a kezdeményező. Halász Lajos, a szabadság egyik szerkesztője figyelt fel a fiatal író elbeszéléseire, és Gáspár Imre közvetítésével kérte, hogy nekik is küldjön írásaiból. A szabadság ugyanúgy kormánypárti lap volt, mint az ellenőr. A Bihar megyei és nagyváradi szabadelvű párt közlönyének nevezte magát, vagyis a Tiszák politikai szócsöve volt. Szép irodalmi vonatkozásban azonban nem korlátozta különösebben munkatársait. Felelős szerkesztője Lovasi Andor, főszerkesztője Szunyok Szabolcs volt, segédszerkesztő Halász Lajos, a munkatársak között a legismertebb név Nagy Endre. Krudit főként az utóbbihoz kapcsolták baráti szálak. Nagy Endre szerzett neki bútorozott szobát a Széchenyi téren, ahol később lakótársa is akadt, Galovics Jenő újságíró személyében. Galovics szintén Debrecenből került Nagyváradra, és már Debrecenben is félelmetessé tette magát sorozatos párbajaival. Váradon pedig a huszártisztekkel vívott csatározásairól várt, ismerté. Nem túlzás, ha azt mondjuk, összeillő lakótársak lehettek. Később ugyanez a lap vitte Adit is Váradra. Krúdi azonban akkor már nem tartózkodott ott. A Krúdi és Adi irodalomban egyaránt elterjedt felfogással szemben az igazság az, hogy Nagyváradon nem találkozott Adi és Krúdi. Ugyanannál a lapnál dolgoztak, de nem ugyanabban az időben. A szabadságnak jóval szélesebb volt a munkatársi gárdája, mint az ellenőrnek. Itt is írt Krúdi mindent, vezércikeket, kritikákat, tárcát. Nevével azonban jóval ritkábban találkozunk, mint Debrecenben. Nem volt saját külön rovata, amelybe csak ő írt volna, mint az ellenőrnél. Egyik önéletrajzi írásából kiderül, hogy a riporteri tevékenység mellett korrektori munkát is végzett a szabadságnál. Talán éppen ennek a munkának a sivársága járult hozzá, hogy Váradon véglegesen kiábrántult a vidéki újságírásból. Debrecenből még csak a nagyobb anyagi lehetőség csábította el, Nagyváradról azonban már szinte menekülnie kellett, ha nem akart véglegesen elveszni a lélekölő szellemi inség munka Hozzájárult ehhez az is, hogy itt még sokkal mélyebbre süllyedt az önpusztító éjszakázásban és az alkohol rabságában. Itt került először igazi lumpok társaságába, míg kortársai tekintélyes részének pályáján igen pozitív szerepet töltött be a nagyváradi tartózkodás, Adin kívül Juhász Gyula, Szabó Dezső stb., Krúdi sohasem állt olyan közel ahhoz, hogy elkallódjon, elzüljön mint éppen váradon. Szerencsére ezt végül maga is felismerte, és még időben búcsút intett. A Peceparti párisnak. Az első Pesti évek 1896-1900. 1896. májusában hagyta ott Nagyváradot. A fővárosba utazott, ott próbált megkapaszkodni, mégpedig most már kizárólag szépíróként. Ez a megkapaszkodás azonban úgy látszik nem bent nagyon könnyen. Belső szerkesztőségi munkát nem akart vállalni, hiszen többek között éppen ez elől menekült váradról is. Szépírói tevékenységének jövedelméből viszont egyelőre nem volt könnyű megélnie. Írásait szívesen közölték a lapok, az igazi siker azonban még messze volt. 1896. szeptemberében egy Ember meg egy rongyos kabát című novellájával első díjat nyert a képes családi lapok pályázatán. A lap Arcképét is közölte, az igazi beérkezésre azonban még hosszú ideig kellett várnia. Olyan adatok is vannak, amelyek arra engednek következtetni, hogy 1896 nyarán még nem is sikerült véglegesen megvetnie a lábát a fővárosban, hanem néhány hónapra hazakényszerült szüleihez Nyiregyházára. De ha a dátumszerűen nem is tudjuk Pestre kerülésének pontos időpontját, az kétségtelen, hogy 1897 tavaszától már állandóan a fővárosban élt. Írásai ekkor is sokfelé jelentek meg, de főként két újsággal, a fővárosi lapokkal és az egyetértéssel volt szorosabb kapcsolatban. A szerkesztőségi robottól megszabadulva ismét termékenyebb lett. Havonta átlagban 7-8 novellája jelent meg. Hogy összegszerűen mennyit jövedelmezhettek ezek az írások, azt ma már nem tudhatjuk, de ha az írói munkát nem is minden lapnál egyformán, és nem is mindig egyenlő rendszerességgel honorálták, e jövedelem mellett nem kellett volna föltétlenül nyomorognia. Krudi azonban nem tudott bánni a pénzzel. A rendszertelenül csurranó honoráriumok azonnal ki is folytak a kezéből. Nem tudott egzisztenciát teremteni magának, máról holnapra élt. Egyik hónapos szobából a másikba vándorolt. Főként a József várost kedvelte, a kispolgárok és a proletárok kisvárosias hangulatú kerületét. Többek között a Gyöngytyúk utcában, később Gyulai Pál utca, a Práter utcában és a Vas utcában lakott hosszabb, rövidebb ideig. Sokat nyomorgott, sokat dolgozott, sokat éjszakázott ezekben az években. Én itt egy-két évig a Józsefvárosban csavarogtam, Koplaltam, rongyoskodtam, mert atyám ezt a módszert vélte legjobbnak arra nézve, hogy a szülei házhoz visszatérjek. Persze nem mentem. Később nem mehettem, mert atyám ötven éves korában meghalt. Reménytelenül szegény voltam a Gyöngyúk utcában írta később egyik önéletrajzában. Pesten újra összekerült Gáspár Imrével, aki ezekben az években, mint író és mint ember egyaránt egyre mélyebbre süllyedt. Kocsmai törzsasztalánál az irodalmi élet perifériájára sodródott kétes hírű író egzisztenciák gyülekeztek. Krúdi ekkor már minden bizonyal reálisabban ítélte meg bálványozott diákkori mesterét, de Sajátos életformájának bűvköréből nem tudta, nem is igen akarta kivonni magát. Ebben a környezetben tanulta meg a főt marhahús és a kiskocsmai csendes borozgatások élvezetének sajátos szertartását, amelyet később ő maga is olyan legendás művészetté fejlesztett. Ekkor, az első pesti években még csupán szerény tagja volt az asztaltársaságnak, hogy pár évvel később majd körülötte alakuljon ki egy sokkal színesebb, érdekesebb udvartartás. 1897. júliusában végre megjelent első önálló kötete is, egy elbeszélés gyűjtemény, Üres a fészek címmel. Ugyanebben az időben közölte folytatásokban a fővárosi lapok Szeretlek című érdekes, turgenyevi ihletésű regényét, még csak 19 éves volt. Neve azonban egyre ismertebbé kezdett válni. Gáspár asztaltársasága mellett eljárogatott időnként a fiatal írók és művészek egyik csoportosulásának, az úgynevezett auróra körnek az összejöveteleire is. Itt ismerkedett meg 1897 végén Spiegler Bellával, aki Satanella néven ismert tárcaíró és novellista volt. Bella, Hét évvel volt idősebb nála, kapcsolatuk azonban e korkülönbség ellenére is meglepő hirtelenséggel alakult. 1898. februárjában már hibatalosan is megtartották az eljegyzést. A házasságkötés nem ment ilyen gyorsan. Krúdi ugyanis még nem volt nagykorú, a szülők pedig ellenezték a házasságot. Nem a korkülönbség miatt arról talán nem is tudtak, hanem mert a házasság véglegesen szertefoszlatta a tékozló fiú visszatéréséhez fűződő reményeiket. Bármennyire elmélyült ugyanis ezekben az években a szakadék Krúdi és családja között, a szülők nem mondtak le róla. Sőt, titokban abban reménykedtek, hogy egyszer csak megunja a nyomorgást, és visszatér az atyai házhoz. A házassági tervek ezeket az elképzeléseket döntötték romba. Végül azonban úgy látszik, mégis sikerült kiharcolnia a fiatal írónak a makacs apa hozzájárulását, mert 1899. december 27-én házasságot kötött Spiegler Bellával. Közben változatlan lendülettel írta tovább a novellákat. A fővárosi lapok és az egyetértés mellett főként a magyar szemlében, a Magyarországban, a budapesti hírlapban, a pesti naplóban, és a pesti hírlapban jelentek meg sűrűn elbeszélései. Írt néhány regényt is, de ezek is csak hírlapokban vagy folyóiratokban láttak napvilágot. Hamú című művét a divatszalon. Pálapostól levelei című regényét a művészvilág. Száll az ének szájról szájra című írását az előkelő világ közölte folytatásokban. Második kötetét 1899 tavaszán adták ki Ifjúság címmel. Ez egy kis regényt és 15 tárca novellát tartalmaz. Ezt követte 1900-ban harmadik könyve A víg ember pús meséi. Ugyanez év utolsó hónapjai még egy örvendetes és egy szomorú családi eseményt is tartogattak számára. 1900. október 6-án megszületett első gyermeke, nagyapja, apja és ő utána a negyedik Krúdi Gyula a családban. Nem sokáig viselték azonban négyen egyszerre a nevet, mert alig néhány hónappal később, 1900. december 30-án, 50 éves korában meghalt az író édesapja. S ha az utolsó években meglehetősen el is hidegültek egymástól, Krudi számára megrendítő élményt jelentett apja halála. Szilveszterkor, a 19. század utolsó napján, koporsó mellett állt. Koporsó mellett búcsúzott a letűnő, sírba hulló századtól. Jelkép és valóság döbbenetes erővel fonodott össze, és az ifjú író talán mindenkinél mélyebben érezte akkor, hogy a lehanyatló század nem csak az idő megszokott tovagördülését jelenti, hanem valami történelmileg is véget ért. S hogy az új századdal valóban új korszak kezdődött. Az aranybányától a vörös postakocsiig. 1901-1913. Az új század elejétől a világháborúig terjedő időszak volt Krúdi hőskora. Igaz, legjelentősebb műveit még csak ezután írta majd, Egyéniségének legjellegzetesebb vonásai, sajátos világának legkarakterisztikusabb jegyei azonban vitathatatlanul ebben az életszakaszban formálódtak kivéglegesen. Ekkor alakult ki sajátos, éjszakázó, darvadozó életformája, amelyen sem a kor, sem a házasság, sem a betegség nem volt képes később sem változtatni. A házasság kötés után felesége Király utca 47 szám alatti lakásába költözött. A Józsefvárosi udvari szobák lakója itt kétségtelenül rendezettebb körülmények közé került, s minden lehetősége meg lett volna, hogy a polgári jólét és biztonság kényelmesebb keretei között folytassa tovább életét. Erre a józan rendezett életre serkentették a gyors egymás utánban érkező gyermekek is. Az első szülött fiút hamarosan két leány követte, Ilona és Mária. A fiatal írót azonban sem a polgári otthon nyugalma, sem a szaporodó család nem tudta igazán lekötni. A maga különös módján szerette ő feleségét és gyermekeit, nyugtalan vére, bohém természete azonban egyre gyakrabban és egyre hosszabb időre űzte el otthonról. Nem tudott lemondani az éjszakázásról. Néha napokig nem ment haza. Korlátlan szabadságot kívánt magának a házasságban is, s mivel ezt nem kapta meg, szállodába költözött, és élte a maga külön életét, anélkül, hogy feleségétől elvált volna. Évekig lakott a Meteorban, majd a Royalban. De azért családjával sem szakította meg a kapcsolatot néha napján haza-haza látogatott, ha volt pénze, adott Bellának és a gyerekeknek. Finomságokat hozatott a boltból és a cukrászdából, és aztán újra eltűnt napokra, sőt, néha hetekre is. Spiegler Bella nem volt rossz feleség, de férjének ebbe a különös életmódjába természetesen nem tudott bele nyugodni. Ezért aztán egyre gyakoribbak lettek közöttük a cívódások, hangos veszekedések. Krúdit azonban sem szép szóval, könyörgéssel, sem erőszakos, hisztériás kitörésekkel nem lehetett férjé szerítíteni. Ebben az időben anyagilag már elég jól keresett, hiszen egyre sűrűbben követték egymást kötetei. 1901-ben az Aranybánya című kétkötetes regénye és négy kötet ifjúsági írása jelent meg. És a következő években is a kötetek egész sora Nyíri csend, a podolini kísértet, a szakás szárítón, az álmok hőse, pajkos gálék, hét szilvafa, a bűvös erszény, András örököse, a magyar jakobinusok, szimbád ifjúsága, szimbád utazásai, és szinte felsorolhatatlanul sok ifjúsági írás. Bármennyit keresett is azonban, mindig máról holnapra élt, szinte örökös pénzavarban. Sajátos életmódja mellett ez nem is lehetett másként. Az éjszakázás, az alkohol mellé újabb, nem kevésbé költséges szenvedélyek csatlakoztak, így különösen a kártya és lóverseny. Hatalmas kártyasatákat vívott az otthon körben, és ott volt minden jelentősebb futtatáson. Lóverseny hozta össze Bródi Sándorral s a legendás gazdagságok különc főúrral, a kor leghíresebb kártyásával és turfkirályával, királyával, Szevere Miklóssal is, akit később regényei egész sorában megörökített Alvinci Eduárd néven. A vörös postakocsi, őszi utazások a vörös postakocsin, nagykópé, őszi versenyek, a kék szalag hőse, stb. Az írók közül Bródi Sándoron kívül különösen Adi Endréhez és Révész Bélához fűzte melegebb barátság. Sok éjszakát töltöttek együtt a három hollóban, a New Yorkban és más éjszakai mulatóhelyeken. Igazi társasága, éjszakai kocsmázásainak kísérete azonban nem az egyenrangú írók köréből került ki inkább a furcsa különcöket, az éjszakai élet rezervátumba illő alakjait gyűjtötte maga köré. Valóságos udvartartás vette körül, mint egy fejedelmet. Ebben a különös udvarban a legkülönfélébb figurák verődtek össze. Volt köztük kírlapíró és huszárkapitány, vívómester és orfeumigazgató, igazgató, zsoké és biztosítási ügynök, adófelügyelő és tőzsdés, stb akadtak társaságában különc hajlamú pénzes emberek is, többségükben azonban máról holnapra élő szegény ördögök voltak, kétes egzisztenciák. Az élet perifériájára sodródott, férre csúszott, karrierjükben megfeneklett, és az éjszaka gyönyöreiben kárpótlást kereső lumbok. Ebben a különös társaságban talán nem is annyira írói tehetségének köszönhette Krúdi rendkívüli tekintélyét, fejedelmi rangját, mint Félelmetes erejének. Ő maga nem volt ugyan kötekedő természet, de ha fölingerelték, akkor iszonyatos tudott lenni. Többször párbajozott, és mindig épp bőrrel húzta meg. Pedig ellenfelei rendszerint nem a féle nyápic civilek, hanem a fegyveres testületek tagjai voltak. Például Degenfeld Egon és Kabai Gábor huszártisztek. Szent Királyi Béla rendőrkapitány, Stojanovics Miklós, aktív huszárkapitány, stb. Barátaival éjszakánként végigjárták kedvenc kocsmáikat, az erdélyi borozót, az üllői úti araps szürkéhez címzett vendégfogadót, de bizalmasabb baráti társaságban gyakran megfordult a magyar utcai szalonokban, a kétes hírű hölgyek és örömlányok tanyáin is. Köztudott például, hogy évekig tartó intim kapcsolat fűzte Pilisi Rózához, az előkelő magyar utcai szalon tulajdonos nőjéhez, akinek házában nem csak a magyar arisztokraták voltak gyakori vendégek, hanem még a Velszi herceg is megfordult. Hasonlóan gyöngét szálak fűzték a kor egy másik híres szalon tulajdonos nőjéhez, Martinovics Jolánhoz is szinte rejtély, hogy ilyen életmód mellett hogyan maradt ideje az alkotásra. Egy dologban azonban következetes volt Krúdi. A napnak néhány előre meghatározott óráját elmaradhatatlanul az írásnak szentelte. Bárhol és bárhogyan töltötte is éjszakáit, a kiszabott időben mindig ott ült íróasztalánál, és írt, írt, olyan mennyiségben és olyan gátlástalan nagyvonalúságban, mintha csak azt tűzte volna ki maga elé, hogy legalábbis a mennyiséget illetően föltétlenül túlszárnyalja a jókait. A kor irodalmi csoportosulásai közül egyikhez sem csatlakozott szorosabban. Minden üvé írt, ahol szívesen látták írásait. Adihoz és Révész Bélához fűződő barátsága Révén volt kapcsolata a század eleji irodalmi megújulás táborával, a magyar géniusz és a nyugat körével, de dolgozott a konzervatív új időkbe és a katolikus magyar szemlébe is. A kritika szinte kezdettől elismeréssel fogadta írásait. A szélesebb olvasóközönség körében a Podolini Kísértett című regényével kezdett népszerűvé válni. Első komoly sikerét azonban csak az 1910-ben meginduló szimbád novellákkal, különösen pedig 1913-ban megjelenő regényével a vörös postakocsival aratta. A művet először a Hét című folyóirat közölte, s már a folytatásos közlés ideje alatt nagy érdeklődést és feltűnést keltett. Az első kiadást pedig valósággal szétkapkodták. A nyugatban Adi írt róla meleghangú méltatást, a konzervatív oldal elismerését pedig a Petőfi társaságba való beválasztása mutatja. Igaz, ez utóbbi elismerést, mint általában a hivatalos kitüntetéseket nem sokra becsülte. Ha egy újságíró barátja föl nem ébreszti és valósággal, erőszakkal el nem hurcolja, el is mulasztotta volna az ünnepélyes beiktatást. A vörös postakocsi megjelenésének évében, 1913. november 15-én mutatta be a magyar színház Krúdi Zoltánka című színdarabját. A Petőfi Sándor fiáról írt szomorú játéknak a kitűnő szereposztás ellenére is csak mérsékelt sikere volt, az író nevét azonban már véglegesen szárnyára kapta a hír. Erről tanúskodik többek között az is, hogy 1914-ben a Zinger és Wolfner kiadó váralat megindította összegyűjtött munkáinak tíz kötetes sorozatos kiadását. Ezzel Krúdi igazán beérkezett íróvá vált. A háború és a forradalmak időszakában 1914-1919 Alkotó ereje és sikerei teljében volt, amikor kitört az első világháború. Elmúlt 35 éves már körülbelül 40 kötet volt mögötte. Testvér öccsei közül többen is a frontra kerültek, őt azonban személy szerint közvetlenül nem fenyegette a háború. Néhányszor meg kellett ugye jelennie különböző sorozásokon, illetve úgynevezett pótszemléken. Egy 1915. november 18-án kelt népfölkelési igazolványa szerint alkalmastak is találták fegyveres szolgálatra, bevonulnia azonban szerencsére nem kellett. A háború eleinte még életformáján is alig változtatott. Termékenysége nem csökkent, tehetsége pedig határozottan elmélyült ezekben az években. 1915-ben megjelent kisé Hatásvadászó című műve, a 42-ös mozsarak vitathatatlanul elhibázott gyöngeregény ugyan, s a Vörös Postakocsi folytatásának szánt őszi utazások a Vörös Postakocsin 1917 című műve sem érte el a ciklus első darabjának színvonalát. Következő regényei a Bookfence 18-ban, a Napraforgó, az Asszonyságok díja már 19-ben, és az Utitárs szintén 19-ben, azonban nem csak a korábbi művekkel vették fel a versenyt, az egész életműnek is talán legkiemelkedőbb darabjai. és e regények szomszédságában sorra születtek kitűnő novellái is, amelyek többek között az Aranykéz utcai szép napok és a Tótágas című kötetekben kerültek az olvasók elé. és ezekben az években új színnel is gazdagodott munkássága. A szépirodalom mellett jelentős helyet kapott tevékenységében a publicisztika is. Pályája legkezdetén, diákkorában és a vidéki hírlapíróskodás időszakában írt már publicisztikai műveket, később azonban teljesen elhanyagolta ezt a műfajt. Úgy látszik, a háború fölébresztette benne a közvetlenebb reagálás vágyát, mert ezekben az években a publicisztika szinte a szép irodalommal egyenrangú kifejezési formájává vált. Újságcikkeinek Feljegyzéseinek egy részét kötetekben is megjelentette: Pest 1915-ben, Pest 1916, Pesti album, A Mi Atyánk kévéből, Pesti évkönyv stb. A kiváltó okokat és a mögötte álló erőket talán nem látta olyan világosan, mint Adi, a háborúval azonban ő is kezdettől fogva szembefordult. Feladta korábbi passzivitását, kiderült, hogy a tollat nem csak szimbád szomorkás hangulatú utazásainak és a szép aranymíves né emlékkönyv hangulatú szerelmi történeteinek festésére tudja használni, hanem éres fegyverként is ügyesen forgatja. Pedig a csábítások a másik oldalról nem hiányoztak. A Petőfi társaságba történt beválasztása után 1915-ben neki ítélték a székes főváros Ferenc Józsefről elnevezett szépirodalmi díját, amelyet általában a fennálló rend dédelgetetjeinek szoktak adományozni. Csak Adi volt kivétel, aki 1909-ben szintén elnyerte a díjat. A 2000 koronát elfogadta, a nacionalista propaganda azonban egy pillanatra sem tévesztette meg Sőt, a háború világosan szemmel kísérhető, radikalizáló hatás gyakorolt egész világnézeti fejlődésére. Ez a mind aktívabbá váló háború ellenesség vitte Krúdit egyre inkább azoknak a táborába, akik már nem csak az értelmetlen vérontás ellen küzdöttek, hanem a társadalmi megújulásért, egy új világ kialakulásáért is. Ezért üdvözölte 1918 őszén lelkesen a polgári forradalmat és a köztársaság kiáltását. Ő, aki korábban mindig kívül maradt mindenféle csoportosuláson, most bekapcsolódott a haladó írói mozgalmakba. Tagja lett a konzervatív irodalmi társaságok ellen szervezkedő, főként a nyugat radikális íróit magába tömörítő Vörösmarty Akadémiának is de cikkeivel, riportjaival is a Károlyi kormányt, a köztársaságot támogatta. Kápolnai földosztás című riportfüzetében lelkes hangú beszámolót írt Károlyi Mihály saját birtokán megkezdett földosztásáról. A közmunka tanács elnöke őt kérte fel a budapesti utcák új elnevezésére. Krudi azonnal munkához látott, javaslatokat készített a tanács számára, hogyan kereszteljék el a császárokról, királyokról, cárokról, Habsburg főhercegekről és hercegnőkről elnevezett fővárosi utcákat. Nem rajta múlott, hogy tervei nem, vagy csak sokkal később valósulhattak meg. 1919. februárjában elvállalta a Néplap című újság szerkesztését, amelyet főként a parasztság tájékoztatására adtak ki ifjúkora óta nem végzett belső szerkesztőségi munkát, mégis lelkesen látott neki a rábízott feladatnak. Főmunkatársakként Gárdonyi Gézát és Móricz Zsigmondot vette maga mellé. Ugyanekkor kötött szerződést a Nemzeti Színházzal a Vörös Postakocsi szindarab változatának megírására. Nem csak a polgári demokratikus forradalommal tudott azonban együtt menetelni, hanem a proletár diktatúrával is. A tanács köztársaság kikiáltása után örömmel üdvözölte a forradalom győzelmét. Egyik írásában a forradalmat előkészítő orosz írókat állította példaképül a magyar írástudók elé, és ő maga is rendkívüli érdeklődéssel figyelte a fiatal szovjet köztársaságból érkező híreket. Mint Moritz Zsigmond, ő is sokat utazott ezekben a hónapokban, s mindenütt az új élet indulásának jeleit nyomozta. Report füzetet írt a Fehér megyei termelő szövetkezeti mozgalomról. Fehérvári könyv, 1919. Havasi Kürt címmel szociográfikus úti beszámolót adott ki Kárpát aljai tapasztalatairól. Ez utóbbi a ruszka krajnai népbiztosság kiadásában jelent meg, és egyike volt annak az alig több mint húsz szépirodalmi könyvnek, amelyek a tanácsköztársaság rövid fennállása alatt nyomdafestéket láttak. Közben a háború és a forradalmak idején magán életében is jelentős változások történtek. Házassága végképpen elromlott, teljesen tarthatatlanná vált és itt most már nem csak szokásos napokig tartó kimaradozásairól, s Bella hisztériás rohamairól volt szó. Krúdi életében új szerelem tűnt fel. Ekkoriban a Royal szállodában lakott, s ott intim kapcsolatba került az igazgató Váradi Gyula feleségével. Évekig tartott ez a viszony, Nyaranként siófokra is elkísérte váradiékat, akik az ottani fürdőt és szállodát is pérelték. Váradi nénak első házasságából volt egy leánya, aki még csak tanító képzőbe járt. 21 évvel volt fiatalabb Krudinál, mégis beleszeretett a 40 éves, de még mindig hódító férfiba és híres íróba. Amikor a dolog kitudódott, Krúdinak természetesen el kellett hagynia a rojált. 1918 őszén a Margit-szigeti nagyszállóba költözött, Rózsa Zsuzsika azonban oda is utána szökött. Megesködni nem tudtak, mert Bella, az első feleség, hallani sem akarta vállásról. Csak 1919 júliusában, a tanácsköztársaság idején sikerült elérnie Krúdinak a vállás kimondását, akkor aztán rögtön feleségül is vette Susikát. Alig, hogy rendeződött azonban magánélete, elbukott a proletár diktatúra, és ezzel újabb megpróbáltatások következtek életében. Haldoklások és feltámadások 1920-1930 A tanács köztársaság összeomlása után a haladó magyar irodalom szétzilálódott, az írók közül sokan külföldre távoztak. Krúdi nem ment idegenbe, inkább belső emigrációba húzódott vissza. A támadásokat azonban így sem kerülhette el. A hajszát a császár elemér és Pekár Gyula szerkesztésében megjelenő Magyar Múzsa című folyóirat indította meg ellene. Az író erkölcsi hitele című nyílt levélben Négyesi László durva támadást intézett ellene egy 1918. novemberében megjelent cikke miatt. Nem kevesebbel, mint hazaárulással, tudatos rossz hiszeműséggel, a nemzeti múlt meggyalázásával vádolta, és a megsértett nemzeti szellem nevében követelt elégtételt. És mindezt 1920 elején, a fehér terror tombolása idején. Négyesi támadása azonban még csak jeladás volt. A kurzus sajtó valóságos pergőtüzet zúdított rá. Négyesi még csak a károlyi forradalom alatti magatartását vetette szemére, a krudizmus vagy bolsevizmus című cikk szerzője már a tanácsköztársaság idején elkövetett bűneit sorakoztatta fel, s ráadásul írói tehetségét is kétségbe vonta. Rudy megpróbált válaszolni a támadásokra, de hamarosan be kellett látnia, hogy tehetetlen. Ő, aki korábban szinte minden üvé dolgozott, most majdnem teljesen elszigetelődött. De a támadások ösztüzében sem hódolt be. Nem kereste a hatalmasok kegyeit. 1920. február 21-én Herceg Ferenchez címzett nyílt levelében jelentette be, hogy kilép a Petőfi Társaságból, mert nem óhaj tagja lenni olyan szervezetnek, amelynek az ellene acsarkodó Pekár Gyula államtitkár az egyik vezetője. Bármennyire rosszul estek is neki azonban az igaztalan vádaskodások, a legfájdalmasabb a szerkesztők és kiadók részéről megnyilvánuló bolykott érintette. A lapok visszaadták írásait, a kiadók nem vállalkoztak új műveinek megjelentetéseire. Ambrus Zoltán igazgató levélben közölte, hogy az Országos Színművészeti Tanács 1920. május 18-án úgy határozott, hogy a vörös postakocsi a Nemzeti Színházban nem adható elő. Ez az elszigetelődés nem csak írói önbecsülését sértette, hanem egzisztenciálisan is súlyos helyzetbe sodorta Krudit, akinek egészen fiatal korától kezdve mindig is kizárólag a tollából kellett megélnie. Ekkor pedig már nem is egy, hanem két család eltartásának gondja nehezedett rá. Ha el is vált első feleségétől, a három gyerek neveltetéséről nem feledkezhetett meg. S már ott volt az új család is. Feleségével és a közben megszületett kis Zsuzsival még mindig a Margit szigeten laktak, de most már nem a szállodában, hanem József Nádor egykori kastélyában béreltek három szobás lakást, amely akkoriban egy részvénytársaság kezelésében volt. Krúdi nagyon szerette a szigetet. Sokat sétálgatott a tölgyek alatt, amelyeknek árnyékában valamikor Arany János is üldögélt. Elnézegette a romokat, érdeklődni kezdett a sziget múltja iránt. Szigeti séták címen egy szépirodalmi és fürdőügyi közlöny megindításával is próbálkozott, néhány szám után azonban a vállalkozás elakadt. Később a sziget múltjával foglalkozó múzeumot akart létrehozni, de javaslatai nem találtak támogatásra. A szigeten több író is lakott akkoriban, ott élt Bródi Sándor, Molnár Ferenc, Kárpáti Aurél, Szépernő, szomorideső, a fiatalabbak közül pedig többek között Zilahi Lajos és Harsányi Zsolt. Krúdi jól érezte magát ebben a társaságban, de környezetesen tudta felettetni állandó pénztelenségüket. Hiába dolgozott újra sokat, hiába vállalkozott még álmos könyv írására is, tartósan sohasem sikerült kilábalniuk a nyomorból. Lakásuk is rendkívül sivár volt, kimustrált szállodai kölcsönbútorokkal rendezkedtek be a nagyméretű, rosszul fűthető szobákban. Az évek múltával családi élete is újra romlani kezdett. Szerette fiatal feleségét, s valósággal imádta kislányát, de hiányzott neki a kávéház, az éjszakai élet. Megint gyakran kimaradozott, s emiatt otthon természetesen napirenden voltak a nézeteltérések. Némi enyhülést hozott számukra az 1924-es év Nyiregyháza örök váltságának centenáriuma. A jubileumra sokféleképpen emlékezett a szülőváros többek között egy tanulmány kötet kiadásával is. Nyiregyháza az örökváltság századik évében. A város vezetői krútit is fölkérték emlékezései megírására, s lelkesen vetette magát a munkába. A tekintélyes honoráriumnál is nagyobb örömet jelentett talán számára, hogy ebből az alkalomból többször is nyíregyházán járhatott. Sőt, a város vendégeként feleségével és kislányával is hosszabb időt tölthetett. 1924 nyarán a Sóstón, az úgynevezett svájci lakban. Az írónak jól esett a szülőváros részéről megnyilvánuló megbecsülés, és büszkén mutogatta feleségének nyiregyháza és a környék nevezetességeit. Egy-egy ilyen alkalom kicsit közelebb hozta őket egymáshoz, otthon azonban hamarosan újra kezdődött minden. A pénz elfogyott, a cívódások kiújultak. Hogy nyomorúkon enyhítsen, felesége, akinek tanítanői képesítése volt, a aféle gyermekpanziót nyitott lakásuk egyik szobájában. Eleinte Krúdi is nagy reményeket fűzött ehhez az ötlethez. Egy fennmaradt levelének tanúsága szerint 25 millió koronás kölcsönt is megpróbált szerezni 60 Lajostól a vállalkozáshoz. Hatvani visszautasította a kérését, de közben egyébként is kiderült, hogy a gyermekzajban az író nem tudott dolgozni. Ez újabb konfliktusokra adott alkalmat, Felesége ragaszkodott az egyetlen mentségnek látszó elképzeléséhez, ezért elköltözött otthonról. Előbb a naputcában, később a hűvös völgyben bérelt lakást, és ott próbálta megvalósítani terveit. Ekkor, hogy ne legyen egyedül, Krúdi első házasságából született fiát vette magához, aki már maga is felnőtt ember volt, elmúlt 25 éves. Fia aztán csak ugyan hűségesen titkárkodott mellette, még éjszakai kocsmázásaira is gyakran elkísérte. Kölcsönt nem adott az Ausztriában élő hatvani, de egyébként nagyra becsülte Krúdit, és többször is meghívta magához. Így került az író először 1925 nyarán, majd 26 őszén, pár hétre vendégként Linzba. ahol hatvaniék azt a régi császári vadászkastélyt bérelték, amely Erzsébet királynénak is kedvenc tartózkodási helye volt. Bármilyen szép napokat töltött is azonban lányzban, itthon megint a régi problémákkal találta magát szemben. Felesége, akinek vállalkozása csődbe jutott, visszaköltözött hozzá a szigetre. Egy pillanatra úgy látszott, valamennyire rendbe jön az életük, de ekkor minden addiginál súlyosabb megpróbáltatás következett. 1926 végén súlyosan megbetegedett három hónapig feküdt a Liget szanatóriumban. Kiderült, hogy a rendetlen, éjszakázó életmód, a rengeteg alkohol és a túlhajszolt munka még az ő vas erős szervezetét is kikezdte. Mája, gyomra, és különösen szíve egyszerre kezdte felmondani a szolgálatot. A buzgó orvosoknak sikerült valamennyire rendbeszedniük egészségét, és 1927 márciusában Balaton Füredre küldték utókúrára. Füred jót tett neki, de régi erejét már soha többé nem nyerte vissza. Még nem volt ötven éves, hatalmas alakja mégis, mintha megroppant volna. Erősen lefogyott, és hirtelen, észrevehetően öregedni kezdett. Amint egy kicsit mégis erőre kapott, rögtön ott kellett hagyni a füredet, mert betegsége alatt ijesztően felszaporodott a család adóssága. Ha nem akart végképpen elmerülni, újra robotolnia kellett, még nagyobb szorgalommal. Az év vége még egy meglepetést tartogatott számukra. 1927. decemberében át kellett költözniük az úgynevezett igazgatósági épületbe, mert a kastélyból pólóklubot és bárt csináltak az arisztokrácia számára. Ez a lakás sokkal kisebb volt, környéke is zajosabb, de legalább nem szenvedtek annyit a hidegtől. Hiába dolgozott a régi buzgósággal, új műveire nem akadt kiadó. Az újságok még csak közölték írásait, kötetek megjelentetésére azonban senki sem vállalkozott. 1928-ban az író születésének 50. évfordulója alkalmából az Ateneum újra piacra dobta ugyan műveinek 10 kötetes sorozatát, új krúdi mű azonban sem 27-ben, sem 28-ban nem jelent meg. 29-ben pedig sem új, sem régi. Pedig ha a fizikuma megroppant is, alkotó ereje nem csökkent. Az 1928-as Valakit elvisz az ördög vagy az 1929-ben írt Boldogult Urfi tehetségét változatlanul régi fényében csillogtatta. Pedig ezekben az években a betegség új és új démonaival kellett birokra kelnie. 1928 nyarán sétálgatás közben fél oldali szélütést kapott, de ezt még viszonylag könnyen és gyorsan kiheverte. A következő évben ismét súlyos állapotban került a Liket szanatóriumba. Most már nem csak szíve és mája makrancoskodott, ideg állapota is akasztóra fordult. Hetekig a szó szoros értelmében élet és halál között lepegett. Végül az orvosok hősies küzdelme megmentette életét. Mikor 1929 végén hazaengedték, megígérte orvosának, hogy nem iszik többé alkoholt s valóban gyorsan lábadozott, kezdte visszanyerni erejét, sőt munkakedvét is. Az 1930-as év egyébként is jól kezdődött számukra. Januárban az új Baumgarten díjasok között az ő neve is ott volt. felgyülemlett adósságaikon ugyan ez sem segített, de a díj mégis pillanatnyi enyhülést hozott anyagi gondjaikban. Különben is jól esett neki, hogy írótársai gondoltak rá, hogy még Számon tartották. Nem sokáig örülhettek azonban, mert újra költözködniük kellett. Bérletüket felmondták, és Óbudán ajánlottak fel számukra új lakást. El kellett hagyniuk a szigetet, amelyet annyira szerettek, annyira megszoktak már, mintha saját tulajdonuk lett volna. 1930. májusában érkeztek Óbudára, és ezzel életüknek is új szakasza kezdődött. Óbudai Remeteség, 1930-33 Óbudán a templom utca 15 szám alatt lakott egy öreg földszintes házban. Amilyen fájdalmasan esett neki a búcsú a szigettől, olyan hamar megszokta, sőt meg is szerette Óbudát. Kiderült, hogy ez az új környezet tulajdonképpen nem is volt annyira új az ő számára. Az ifjúkori nyiregyházi kisvárosi emlékek a podolini ódonság és az első pesti évek Józsefvárosi élményei után egyáltalán nem volt szokatlan a vidékies Óbuda sem, és így nem meglepő, hogy viszonylag gyorsan aklimatizálódott. Szívesen sétálgatott a környéken, új ismerettségeket kötött, de barátságosan elbeszélgetett ismeretlen emberekkel is. Nem ivott, nem éjszakázott, így egészsége is tűrhetően rendbe jött annyira, hogy 1930 nyarán már egy repülő utazásra is vállalkozhatott. Akkor indult meg az első rendszeres légjárat Budapest és Nyíregyháza között, és az első repülőgéppel néhány napra ő is szülővárosába érkezett. A viszonylagos nyugalom azonban nem tartott sokáig, október 21-én családi körben vidám születésnapot ültek, s egy óvatlan pillanatban Krúdi újra megízlelte a port. Ettől kezdve megint sűrűn eljárogatott hazurról, messze ritkán ment, Pestre csak akkor, ha szerkesztőkkel vagy kiadókkal kellett tárgyalnia, de törzs vendég lett az óbudai vendéglőkben és kiskoskmákban. Leggyakrabban a szomszédságban lévő Mókus utcai Kéli vendéglőben üldögélt. Duhai régen sem volt, most még inkább a csendes iszogatást kedvelte. Néhány régi barátja is ide járt ki hozzá. Leggyakrabban Várkonyi Titusz, Herceg Elemér, Hargitai István, Babai József. Ezek az írók újságírók szinte fejedelemként tisztelték. A szerkesztők és a kiadók viszont egyre hosszasabban várakoztatták előszobájukban. Ő, aki valamikor még a huszártisztektől sem tűrte erre a legkisebb sértés sem, most kénytelen volt elviselni a megaláztatásokat, mert a gazdasági válság idején az ő nyomoruk és eladósodásuk is minden addiginál félelmetesebb méreteket öltött, és ő nem tudott semmi mást, csak írni. Aztán váratlanul még egyszer rámosolygott a szerencse. Kosztolányi, a magyar penklub elnöke Angliában járt, és a dúsgazdag újság király Lord Rothamer ezer fontot adományozott neki, hogy azzal az év legkiválóbb magyar irodalmi teljesítményét jutalmazzák. Kosztolányi rögtön Krúdira gondolt, de aztán a magyar írók sanyarú helyzetét látva a díjat két évre felezték el, és az első 500 fontot is megosztva adták ki Krúdi Gyulának és Móricz Sigmonnak. Krudi természetesen nagyon megörült a ráesett választásnak, de a díjkiosztás sok izgalommal is járt. A konzervatív sajtó nyílt rosszallással fogadta a döntést, s ócsároló hangok is hallatszottak. Még nagyobb baj volt, hogy nem volt új kötete, amelyet jutalmazhattak volna. A boldogult úrfi és a festett király óta ugyanis nem látott napvilágot új Krúdi mű. Végül Kostolányi közbenjárására a Hungária Nyomda 1931 végén a szerző kiadásában hitelben kinyomtatta az Élet Álom című novelláskötetet. Így aztán 1932 elején odaítélhették a 250 fontot az írónak. Jellemző azonban Krúdi helyzetére, kénytelen volt azt kérni Kosztolányitól, hogy ne nyilvánosan kelljen átvennie a díjat, mert joggal tartott tőle, hogy a hitelezők ostromában egyetlen fillért sem sikerülne hazavinnie. Ha a Ratemere díj hozott is némi enyhülést, ha átmenetileg ki is emelte abból az élve eltemetésből, amelyben remetéskedett, alapjában véve nem oldhatta meg helyzetét. Adósságai alig csökkentek, és 1932. júniusában kénytelen volt vagyontalansági esküt tenni a királyi törvényszék előtt csődnyitási ügyben. Kesernyés és iróniával írta ekkor, lecsendesedett szívvel álltam a bíró úr előtt, amikor végre megszabadított szenvedéseimtől, és elmondatta velem a vagyontalansági eskü formuláját. Rendbe jöttem az élettel, de nem önmagammal. Esküdtettem, hogy semmim sincs. Vajon lehet semmi nélkül élni? Úgy látszik, nem sokáig lehetett. Még a nyár végén újra szanatóriumba került. Az orvosok mindent elkövettek, hogy visszaadják egészségét, ő azonban, amint egy kicsit tűrhetőbben érezte magát, kikiszökött a kórházból, majd egy hosszabb önkényes kimaradás után véglegesen otthon maradt. Robotolt tovább apró lilatintás betűivel még mindig fáradhatatlanul rótta a sorokat, s kirincselt a szerkesztőségekben. Lassan már csak árnyéka volt régi önmagának. Csontásoványodott hatalmas testén lötyögött a ruha. Ő, a csodálatos jó ízek írója már alig evett. Még alig múlt ötvennégy éves, de már szinte aggasztánnak látszott. 1933. áprilisában a fővárosi közmunkák tanácsa lakbér hátralékuk miatt felmondta lakásukat, és a bírósághoz fordult, hogy kötelezze Krúdit annak kiürítésére. Az elektromos művek bíróság nélkül is cselekedett, a hátralék miatt egyszerűen kikapcsolták villanyát. Ettől kezdve esténként gyertya mellett írt. Utolsó, befejezett alkotása, Purgatorium című kisregénye volt – Önéletrajzi mű, a szenvedések és gyötrelmek könyve, küzdelmek az életért és búcsú az élettől. Címe szinte jelképes, hisz élete ekkor már valóban purgatóriumi volt. Május 11-én Antal István sajtófőnök hivatta magához, és közölte vele, a kormány hazafiatlan cselekedetnek minősíti azt a tettét, hogy cikket írt egy prágai magyar labba. Sok sértés érte már, de ennél súlyosabbat nem vághattak volna arcába. Feldúltan hagyta ott a hivatalt, s órákig szinte nem tudott magához térni. Senki sem tudhatja, hogy mi mehetett benne végbe ezen a napon. Hazafelé menet még benézett rövid időre kéliékhez. Másnap reggel, 1933. május 12-én holtan találták ágyában a halotti anyakönyvben a bejegyzés, a halál oka szívpénulás. Két nap múlva, május 14-én temették. Örökség és örökösök. Krúdi utó élete. Halála után megjelentek a hivatal emberei, és számba vették hagyatékát. Gyorsan végezhettek, nem akadt sok dolguk. Két csíkos nadrág, egy fekete zakó, egy barra szvetter, nyolc ing, egy szürke felöltő, két nadrágtartó, egy zöld és egy szürke kalap, és még néhány apróság. Szívszorító lista. A magyar írókat általában nem kényeztette el a sors, mégis alig lehetne olyat találni, aki ilyen megrendítően kevés leltározni valót hagyott volna maga után. De ha a nagyszámú hitelezőt nem is elégíthette ki ez a passzív vagyoni mérleg, annál gazdagabb örökséget hagyott nemzetére. Lakásában kevés tennivalójuk akadt a leltározóknak, szellemi hagyatékát azonban máig sem tudtuk egészen számba venni. Igaz, a halála óta eltelt 35 év folyamán ez a leltározás nem mindig egyforma buzgalommal folyt. Az utolsó éveiben is szinte félig eltemetetten dolgozott már, halála után pedig még nagyobb lett körülötte a csend. A nekrológok elsíratták, és aztán közel egy évtizedig a nevét is alig írták le. Leghíve barátai és rajongói halála napján minden évben összejöttek sírjánál, a hivatalos Magyarország azonban nem vett róla tudomást. Műveit nem adták ki, és ha készült is róla egy-két sikeres bölcsészdoktori diszertáció, az irodalom történetírás érdemben alig foglalkozott vele. A 40-es évek elején azonban váratlanul megnőtt iránta az érdeklődés. A nyugat úgynevezett harmadik nemzedéke benne látta egyik példaképét. Felfedezték modernségét, a szürrealistákkal, Prostal, Virginia woolf és az idő más varázslóival a modern regényforma nagy megújítóival rokonították. Fontosabb azonban, hogy olvasták is. Kötetei újra megjelentek, 43-ban 10, 44-ben 9 művel látott napvilágot. Ez a lendület Krúdi első feltámadása a felszabadulás utáni első években is tovább tartott. 48-49 táján azonban sok mindennel együtt ez is megszakadt. Az akkori szem ellenzős kultúrpolitika sokakkal együtt őt sem tudta beilleszteni a szűk látókörűen értelmezett haladó hagyományok rendszerébe, így fokozatosan kiszorult az irodalmi köztudatból. Szerencsére ez az újabb eltemettetést nem tartott sokáig, 1954-től írásai ismét megjelenhettek, 57-ben pedig megindult műveinek minden korábbinál teljesebb gyűjteményes kiadása. Azóta csak a sorozatban 32 kötete látott napvilágot, de sok mű jelent meg a sorozaton kívül is napjainkban tehát igazán nem túlzás újabb krúdi reneszánszról beszélni. Adósságunk természetesen még mindig van vele szemben, de születésének 90. és halálának 35. évében már szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy végre igazi örökösei, a magyar olvasók is kezdik birtokba venni csodálatos, fénylő örökségét.